Az előadásom címe, ugye nem egy könnyű téma, hogy hogyan kell viszonyulni nekünk keresztény vállalkozóknak a pénzhez. Nehéz téma, főleg így vége felé. Ezért én igazából két címet is hoztam, hogy mindenki tudjon választani, hogy melyik cím tetszik neki. És azt gondolom, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy az első cím az igaz, hogy nekünk nehezebb, mint a többieknek. És remélem vannak olyanok, akik a második címet tartják igaznak, és azt gondolják, hogy nekünk könnyebb, mint a ateistáknak, vagy a nem keresztény vállalkozóknak. És el kell mondanom, hogy mind a két cím igaz. Az, hogy ki melyiket tartja igaznak, az azon múlik, hogy hogy viszonyul a pénzhez, hogy viszonyul a vállalkozáshoz. És az én dolgom most arról fog szólni, hogy minél több embert a felső címről átoljak az alsó címre, és el szeretnék mondani gondolatokat, ötleteket, tapasztalatokat. Csapjunk is bele. Az első, amit tisztáznunk kell, hogy az egyértelmű, hogy nekünk vállalkozóknak nehéz, mert rengeteg olyan dolgot kell, témát kell feszegetni, amiről nincs tanítás. Tehát hiába megyünk oda egy pásztorhoz vagy egy paphoz, hogy mondd már el nekünk, hogyan kell keresztény vállalkozóként dolgozni, céget építeni, ő ezt nem tud ebbe tanácsot adni. Tehát nekünk kell megfigyelés, bibliaolvasás és egyéb dolgok kapcsán kitalálni, hogy hogyan kell vállalkozni. Van egyáltalán jogunk Isten igéjét elemezni pénzügyi szempontból? Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, és én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy meg kell csinálni, mert ha nem merjük elemezni, akkor a fölsők leszünk. Mert a köztudatban rengeteg, és itt is tapasztaltam, rengeteg olyan dogma van, hogy aki gazdag, az rossz ember, a keresztény embernek szegénynek kell lenni, és a többi, és a többi, és a többi. És ha mi ezt nem bontjuk ki, és nem tisztázzuk magunkba, akkor a fölsők leszünk, és akkor bizony nehéz terhet kell cipelni a vállalkozásunkba. És én azt szoktam mondani, hogy bátran kell fölvállalni a véleményünket, hiszen ugye fölöttünk van Isten, és azt tapasztalom, hogy ha Istennek valami nem tetszik, akkor egy villámmal rögtön oda csap, és ez a villámot értsétek képletesen, ez lehet egy betegség, lehet egy baj, lehet bármi. Tehát én azt gondolom, hogy Isten figyel ránk, és ő fog bennünket terelni, és hogyha rossz úton indulunk el, akkor ő azt fogja mondani, na nem, ezt rosszul értelmezted, de ha jó úton indulunk el, akkor viszont abszolút erősen, abszolút fog bennünket tolni, hiszen van az az ige, vagy nem is ige, bocsánat, van az a mondás, hogy ha Isten velem, akkor ki van ellenem. És ez így van, tehát hogyha az én vállalkozásomat Isten segíti, akkor én mindenkit le fogok győzni. És ez csak akkor nem igaz, hogyha nem fogadjuk el Isten segítségét, és azt gondoljuk, hogy Isten a vállalkozókat nem segíti. Pedig azt gondolom, az Isten ugyanúgy segíti a vállalkozókat, mint az orvosokat, vagy a nővéreket, vagy a tanárokat, bármilyen más szakma képviselőjét. Három témát hoztam. A helyes útról szeretnék beszélni, hozzáállásunkról a gazdagsághoz és a pénzhez, illetve a boldogsághoz vezető gondolkodás témakörét hoztam. Úgyhogy kezdjük az elsővel, a helyes utat, helyes útról szeretnék beszélni. Ugye azt látjuk, hogy az út adott, de a mi útunk sokkal bonyolultabb, szövevényesebb, elágazóbb, tele van zsákutcával, és nagyon nehéz a vállalkozónak a helyes utat megtalálni. Néhány példa, ami úgy kísértésként előttünk áll. Kimondhattunk-e pénzzel kapcsolatos dolgokat? Tehát kimondhatja közülünk bárki, hogy szeretnék 1 milliárd forintot 50 éves koromra? Lehet ezt mondani? Vagy lehet-e azt mondani egy keresztény embernek, hogy szeretnék egy Ferrarit? Mit szól ehhez Isten? Rengeteg ilyen kérdés van. Kicsit menjünk ugye a érzelem felé, hogy kirúghatunk egy olyan anyát, akinek van egy kisgyereke. Kirúghatjuk-e a vállalkozásunktól? Vagy ez Isten ellenes cselekedet, és egy nem méltó egy keresztény vállalkozóhoz? Ezek mind-mind nagyon érdekes kérdések. Vagy elindulhatunk egy olyan pályázaton, ami úgy nem teljesen frankó. Bele szabad nekünk menni, vagy nem szabad belemenni? Ezek a kérdések megvannak, gondolom, mindenkinek, vagy ez, vagy az, vagy amaz. Hogy kell ez állnunk? És én egy módszert szeretnék mondani ehhez, ami nagyon hatásos módszer, és szerintem nektek is nagyon sikeres lesz, vagy jó lesz. És van ez az ige,
És ez az ige segít bennünket az úton tartani. Ugye azt hiszem mindenki ismeri, tehát az, hogy mi mit gondolunk, mit csinálunk, az nyilván igaznak gondoljuk, tehát a gyilkos is igaznak gondolja a tettét, a csaló is igaznak gondolja, ugye volt előadás, hogy ha én csak 20 libát lopok, akkor az igazából nem is bűn. De az Úr az pontosan tudja, hogy az igaz vagy nem igaz. Egy probléma van ezzel, hogy az Úr nem mondja meg nekünk. Vagy nagyon nehezen mondja meg nekünk, hogy mi az ő véleménye. És én egy módszert mondok most nektek, ezt úgy hívják, hogy ha helikopter effektus, következőt, és ezt én nagyon régóta alkalmazom, következőt képzeljétek el, nap vége, elmentek egy csöndes, nyugodt, zárt helyre, becsukjátok a szemeteket, megjelenik előttetek egy helikopter, egy isteni helikopter, amiben beültök, ez fölvisz a felhőre, és leültök az Isten mellé. És azt mondja Isten, neki van időgépe, tekerjük vissza a napodat. És együtt visszatekeritek a napotokat, és együtt végignézitek. És megkérdezed Istentől, hogy Isten, itt volt egy ilyen probléma, hogy van ez a kollega, bár van egy kisgyereke, de csak lázít, nem dolgozik. Mit csinálja? Kirúgjam, vagy ne rúgjam ki? És az az érdekes, hogy a szívedben, bocsánat, én balkezes vagyok, nekem minden fordítva van, hát a szívedben fogod tudni a választ. Lehet, hogy nem az első alkalommal, lehet, hogy nem a második alkalommal, de ezt minden nap megteszed, és minden nap az Isten mellett ülve elemzed a napodat, végignézed, és a kérdéseket újra fölteszed magadnak, akkor fogod tudni a választ, és fogod tudni, hogy az Úr mit tart igaznak. És ettől kezdve már csak az a dolgod, hogy betartsd. És én rengetegszer alkalmaztam ezt a dolgot, és nagyon sokszor mondta az Úr, hogy tudod mit, rúg ki nyugodtan, ez árt a cégednek. Vagy azt is mondta, hogy nem, ezt nem lehet. És volt olyan, amikor azt mondtam, de mégis. És mindig bukás volt a vége. Tehát, hogyha ezt a módszert alkalmazzátok, akkor a helyes úton tudtok maradni. Nagyon-nagyon fontos ez a dolog, mert rengeteg a kísértés, rengeteg a vélemény, rengeteg a rossz indulatú megjegyzés, és nekünk ki kell válogatni a helyes utat, és ezt csak akkor tudod, hogyha gyakorlod azt a megoldást, hogy te kvázi Istennel beszélgess. És igazából ugye miért kell a helikopter? Azért kell, mert ez az élet minden területén igaz, hogy magunkat nem látjuk, a másokat látjuk. Tehát látjuk, hogy rossz a haja, látjuk, hogy hülyén viselkedett, de magunkban ezt nem látjuk. De hogyha fölmegyünk, és föntről lenézünk, és végig tekintjük a napunkat, akkor látjuk, hogy akkor messziről látjuk magunkat, és sokkal objektívebben tudjuk ezeket megítélni, és a szívünkben ott lesz a válasz. Úgyhogy én ezt gondolom az útról, ezt alkalmazzátok, és ezekre a kényes kérdésekre meg fogjátok kapni a választ. És én így, ugye nekem van egy Ferrari, ez ugye köztudott, hiszen hogyha már arról volt szó, hogy merem vállalni a gazdaságot, akkor tényleg merem vállalni. És én ezt mondtam Istennek, hogy figyelj Isten, most 20 évet tekerjünk vissza, 20 évet dolgozom, innét ide jutottam, szerinted jár nekem egy Ferrari? És én azt hallottam, hogy Tibor, jár. 20 év, 20 év. De hát nyilván az, ugye ezek a hangok nem erősek, és azt mondtam, hogy jó, én úgy hallottam, hogy igen, de az Isten kezében ott a villám, tehát hogyha mégis én hallottam rosszul, akkor úgyis össze fog törni, vagy ellopják, vagy bármi történik vele. De mivel hál' Istennek most már 12 éve megvan, és semmi baja nincs, tehát azt gondolom, hogy akkor jól hallottam, hogy igen. Ilyen kérdéseket is föl lehet neki tenni, és nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket is föltegyük neki, mert különben egy zsákot kapunk a hátunkra, azt, hogy a keresztény vállalkozó nem lehet gazdag, a keresztény vállalkozó nem lehet sikeres, a keresztény vállalkozónak nem lehet Ferrari-ja. És én erről még többet fogok mesélni, úgyhogy át is térek a második részre. Hozzáállásunk a gazdagsághoz és a pénzhez. És itt hoztam még egy igét, és ugye már megint egy szentségtörés, hát ki vagyok én, hogy hozzáírok a Jézus szavaihoz. Hogy is szól ez az ige? Adjátok meg, ami a császári, a császárnak, és ami Istennek az Istené. És én erre hozzáírtam azt, hogy és add meg magadnak, ami a magadé.
És ha belegondoltok, akkor ez benne van az elsőben is. Csak talán a fordítás nem jó, vagy nem elég pontos. Ugye pont ezek a magyarázatok. Hiszen, hogyha nekünk van 100 egység nyereségünk, és kifizetjük az adót, meg ami kell a császárnak, majd utána, vagy fordítva először, hogy kifizetjük azt, ami jár az Istennek, majd utána kifizetjük azt, ami jár a császárnak, és marad, az kié? Erre válaszolnotok kell, erre kell magatoknak adni egy választ, hogy ami marad, az kié? És az én véleményem az is, hogyha jön a villám, jön, úgyhogy, oké? Hogy ami marad, az a miénk, az a vállalkozói. Harmadik vagyunk, de az bizony a miénk. És ezt minden vállalkozónak tudomásul kell venni, és azt gondolom, hogy ez miatt nem lehet lelkismeret fordulásunk, hogyha tisztességgel dolgoztunk, tisztességgel megkerestük a pénzt, odaadtuk Istennek, ami jár neki, odaadtuk a császárnak, ami jár neki, akkor a maradék a miénk, és azt a saját örömünkre, hasznunkra elkölthetjük. Hogyha ebből még adunk, még Istennek, adjunk. Oké, azzal nem lesz, abból nem lesz baj. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a kiegészítést mindenki gondolja végig. Amit én mondok, nem kell mindenkinek elfogadni. Ezek gondolatok, gondold végig, hogy te ezt föl tudod-e vállalni. A következő téma, amiről szeretnék beszélni, és azt gondolom, hogy a legnagyobb kárt okozza a keresztény vállalkozónak, és az egész emberiségnek, de Magyarországonnak egész biztos, ez a szegény gazdag dolog. Ugye nagyon könnyen rá sütjük emberekre, hogy én szegény vagyok, ő gazdag, ő is gazdag, ő is szegény, és így szegény gazdaggal megosztjuk a társadalmat. De ki kell jelentenem, és azt gondolom ezzel mindenki értért, vagy nagyon remélem, hogy minél több ember fog ezzel egyetérteni, hogy nincs olyan, hogy szegény, és nincs olyan, hogy gazdag. Olyan van, hogy valakinél szegényebb vagyok, vagy olyan van, hogy valakinél gazdagabb vagyok. És igazából ez a szegény gazdagot ki kéne írteni a magyar nyelvből, mert igazából ezzel embereket tesznek tönkre, és egyszerűen a sikerhez vezető utat elzárják emberek elől, mert azt mondják, hogy ha valaki elkezd dolgozni, azt mondják, na gazdag akar lenni. És ettől kezdve ez olyan, mintha rossz ember szeretne lenni. De ha belegondoltok, aki mondja nekem, ugye nekem is mondják, hogy könnyű neked gazdag vagy, és azt szoktam mondani, várjál, te is gazdag vagy. Mert tudok 5 milliárd embert a Földön, akinél te gazdagabb vagy. Akkor most te is rossz ember vagy, vagy te is mohó vagy, vagy te is pénzéhes vagy? És egy csomó ember, ez meg én is szegény vagyok, hiszen van, akinek annyi pénze van, csak dollárba. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a szegény gazdagot ne engedjük be a gondolatainkba, hanem töröljük ki onnét, és nyilván tudjuk, hogy valakinél gazdagabbak vagyunk, van, akinél nem is gazdagabbak, van, akinél több a vagyonunk, van, akinél kevesebb a vagyonunk, de ettől kezdve, ha ezt vizsgáljuk, akkor a 7 milliárd, vagy nem tudom hány milliárd ember kell vizsgálni, és azt kell megnézni, hogy a 7 milliárd emberből én a 1 milliárd 234. vagyok vagyon szempontjából, hogy ez most jó vagy nem jó, ez ilyen szempontból teljesen mindegy. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt tisztázzuk. A másik, amit ugye ez a szegény gazdag, hogy akkor ki is a szegény, akinek mondjuk 1000 euró fizetése van, az szegény és az jó ember, akinek 1000 euró forint fizetése van, az meg gazdag és rossz ember. És hogyha véletlenül kapsz fizetésem, 990 euród van, és szegény vagy, és jó ember, és tisztességes ember, és véletlenül a főnök fölemeli a fizetésedet, akkor te most gazdag lettél, és gonosz lettél? Ugye ezek nagyon érdekes kérdések, és ezeket mindenkinek le kell magába tisztázni, hogy ne engedjétek a negatív kritikát, a negatív megjegyzéseket, a visszahúzó, tehát ne engedjétek, hogy az első mondat vonatkozzon rátok, bevinni az életetekbe. És én három példázatot, vagy talán három dolgot emelek ki a Bibliából, hogy megerősítsem, hogy lehet, hogy igazam van. Az első az a történet, amikor van az Úr, és van három szolgája, és mind a három szolgának az Úr, ugye az egyiknek ad egy talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak ötöt. És talán ez a példázata az, ami leginkább a vállalkozókról szól. Ugye a Biblia azért általában nem a üzletről szól, de néhány dolgot ki lehet emelni, és azt gondolom, hogy ha ezt a néhány dolgot kiemeljük és elemezzük, akkor talán kapunk
tanítást a Bibliából, és az sokkal jobb, mint amit esetleg én vagy bárki más mond. Ismeri mindenki ezt a történetet, ugye az első, aki egyet kapott, elásta, aki kettőt kapott, megduplázta, tehát négyet adott vissza az Úrnak, aki ötöt kapott, megduplázta, tízet adott vissza az Úrnak. Ugye mindenkinek ez megvan. Jó, egy kicsit ezt elemezzük üzleti szempontból, vagy menedzser szempontból, hogy is van ez a történet. Az nem kérdés, ugye, hogy az Úr az a Isten, a három szolga, meg három vállalkozó. Ugye ez egyértelmű, vagy számomra ez teljesen egyértelmű. És ilyen szempontból elemezzük ezt a történetet. Mit csinált az Úr? Aki elásta, attól elvette. És kinek adta oda? Na, ez egy nagyon érdekes kérdés. Aki 5-ből 5-öt plusz 5-öt csinált. És mondhatjátok, hogy az Úr az igazságtalan, mert mind a kettő 100%-ot ért el. Igaz? A 2-ből 4, az 5-ből 10, a 100% haszon. És mégis az Úr annak adta, aki 5-tel gazdálkodott, azért, mert az én értelmezésemben, és ha jön a villám, jön, az Úr az a vállalkozó kedves az Úr előtt, aki abszolút értékben a lehető legnagyobb hasznot csinálja. Számomra ez ezt jelenti. Ezen gondolkodjatok el. Még egy nagyon érdekes kérdés. Mennyi hasznot, milyen nyereséget csinált a két vállalkozó, a két sikeres vállalkozó? 100%-ot. Melyik ötök, aki 100% hasznot csinál évente? Nem látok kezeket. Én se. Tehát, de gondoljátok, hogy a Bibliában az van, hogy egy vállalkozó 100% hasznot csinál. Akkor miért ostorozzuk magunkat, hogy én csak ilyen plusz nullás vagyok? Miért szégyeljük azt, hogy van 20-30-40% nyereségünk? Hiszen a bibliai példában 100% hasznot csináltak. És nem csak az a lényeg, hogy 100% hasznot csináltak, hanem még abszolút értékben is arra töreked, az dicsérték meg, aki a legtöbb hasznot csinálja. És még egy nagyon érdekes, ugye, egy talentum, kettő, öt. Mit jelent? Ugye a talentum az egy mértékegység, de ennek van egy másik neve, magyar nyelvben legalábbis, hogy azt jelenti, hogy tehetség. Hogy is néz ki a történet? Hogy az Úr adott tehetséget a vállalkozóknak, és az dicsérte, aki a legnagyobb hasznot ért el. És ha megnézzük, az Úr mindenkit küldetéssel küld a földre. Mit vár el egy keresztény orvostól? Azt várja el, hogy dolgozgasson, gyógyítgasson, meghal néhány beteg? Nem, azt várja el, hogy a lehető legtöbb beteget gyógyítsa meg. Mit vár el az Úr mondjuk a keresztény tanítótól? Azt, hogy a lehető legtöbb, legjobb módon a legtöbb gyereket tanítsa meg. Mit vár el az Úr a keresztény vállalkozótól? Mindenki fejezze ebbe a mondatot, de ugye ez úgy szól, hogy a lehető legtöbb hasznot érjük el. Mert nekünk keresztény vállalkozóknak az a feladatunk, hogy létrehozzuk a gazdaság alapját. Ez a küldetésünk. Ha valaki ezzel nem ért egyet, akkor ne legyen vállalkozó. Jó? Tehát ahogy elfogadjuk azt, hogy én tanár vagyok, de nem szeretek tanítani, akkor azt mindenki várja, akkor ne legyél tanár. Mert neked az a küldetésed, hogy tanítsd a gyerekeket a legmagasabb szinten. Ha valaki orvos, és azt mondja, hogy nem szeretem a betegeket, akkor azt mondjuk neki, hogy akkor ne legyél orvos. De tőled azt várjuk el, hogy a gyerekeket gyógyítsd. Ha valaki rendőr, akkor azt várjuk el tőle, hogy vigyázzon a rendre. De akkor mit várunk el a keresztény vállalkozótól? Mit vár el az Úristen tőlünk? Hát az, hogy minél nagyobb a talentumunkat, minél nagyobb nyereséggel kamatoztassuk. És figyeljetek, aki nem kamatoztatja, mi történik vele? Elveszi az Úr a tehetségét. Tehát gondoljátok végig, hogy mi a ti dolgotok, és ennek megfelelően gondoljátok végig, hogy a ti cégetek az miért is van, és mi a feladat a cégetekben, mennyi nyereséget kell nektek termelni, hogy tudjátok a tanárt, a orvost, nővért, rendőrt finanszírozni. Tehát nagyon-nagyon fontos ez a példabeszéd, mert ebbe mutatja meg nekünk Isten, hogy mi nekünk vállalkozóknak a szerepünk. A következő ige és téma,
Ugye ez a legmacerásabb ige, mert egy picit ellentmond azzal, amit eddig mondtam. És én se értettem. Először azt hittem, hogy rosszul van fordítva, és szerintem rosszul is van fordítva, de az egy egyszerűbb megoldás lenne. Azért értelmezzük ezt a történetet szintén üzleti menedzser szempontból. Hogy szólt a történet? Ugye volt egy jóra való, és nagyon fontos a jóra való szó, fiatalember, aki tisztességes életet élt, és megkérdezte Jézust, hogy hogy jutatok az üdvösséghez, hogy jutatok a mennyországba. És azt mondta neki Jézus, hogy adod a minden vagyonodat a szegényeknek, és kövess. És azt mondta a fiatalember, hogy na, azt nem. És erre mondta Jézus ezt a mondatot. De akkor elemezzük, ki nem jut a mennyországba? Az nem jut a mennyországba, aki nem lenne hajlandó minden vagyonát odaadni Jézusnak, ha kéri. Ugye ez ezt jelenti. Tehát nem azt mondta Jézus megint, hogy ha 200 dollár fizetésed van, akkor mennyországba jutsz, ha 200 fölött, akkor nem jutsz. Hiszen hogyha Jézusnak ez szempont lett volna, hogy mi az a pénzösszeg, ami fölött mennyországba jutunk, és mi az, ami fölött nem jutunk mennyországba, akkor azt mondta volna, hogy x forint fölött bekerülsz, x forint alatt nem kerülsz be. De ő egyértelműen nem tudta, mennyi a vagyona ennek az embernek. Lehet, hogy ennek az embernek a vagyona 100 forint volt. Ugye nem tudjuk, hogy mennyi volt a vagyona. Ő nem is érdekelte Jézust, azt mondta, hogy mind ad oda. Ha 100 forintod van, az 100-at ad. Hogyha 1 milliárd van, 1 milliárd vagy oda. És ez a kérdés. Tehát az a kérdés, hogyha most itt Jézus megjelenne, és azt mondaná, hogy figyeljetek, ti keresztények vagytok, az jut a mennyországba, aki minden vagyonát odaadja a szegényeknek, akkor ha azt mondod, hogy azonnal, akkor biztos, hogy a mennyországba jutsz. Mindenki, aki azt mondja azonnal, a mennyországba jutna, teljesen mindegy, hogy mennyi a vagyona. És aki azt mondaná, hogy hát miért is, az pedig nem kerülne a mennyországba. Tehát nem az a lényeg, hogy abszolút értében mennyi pénzed van, hanem hogyha Jézus kéri, akkor odaadod a vagyonodat. Na, ez a kérdés. És ezt mindenkinek el kell dönteni magába, hogy ő odaadná, vagy nem adná oda. És azért még csavarva lesz a dologba, ugye egy picit meg tudjuk érteni ezt a fiatalembert, mert ugye még Jézust nem annyira ismerték, jön egy idegen, adjak oda minden pénzemet, lehet, hogy csaló, lehet, hogy annyi messiás járkál itt havonta egy jön. Tehát akár még meg is érthetjük, hogy ő nem adta oda a vagyonát. Nekünk könnyebb dolgunk van, mert mi tudjuk, hogy kicsoda Jézus, és nyilván azt gondolom, itt mindenki örömmel azt mondaná, hogy bárcsak megjelenne köztünk. Tehát nekünk azért könnyebb azt mondani, hogy igen, gondoljunk bele a fiatalember helyzetébe, de még van egy csavar, ami azért nem tesz ilyen vidáma a történetet, hogy hát sajnos Jézus nem jelenik meg. De mit is mond az ige, hogy mit kell tennünk a vagyonunkkal? Ugye azt mondja az ige, hogy a tizedet adod a szegényeknek, igaz? És ezt úgy értelmezem, hogy könnyű láthatatlanba azt mondani, hogy persze, odaadok mindent, de van egy próbája ennek a dolognak, a tized. Hogy úgy tudod bebizonyítani, hogy te tényleg odaadnád a vagyonodat, és a mennyországba kerülnél, hogy amíg nem jön el Jézus, addig minden évben a jövedelmet 10%-át odaadod a szegényeknek. Na, ez egy jó bizonyíték Isten felé, hogyha jön, akkor az egészet is adjuk, addig csak a 10%-ot kéri, hiszen ugye ezt kért tőlünk. Na, ez kérdés, hogy ki adja oda vagyonának, illetve az éves jövedelmének a 10%-át. És én azt gondolom, hogy ezt az igét úgy fordítanám át, és megint, hogy van-e jogom ilyenhez, vagy nem, hogy az kerül a mennyországba, aki a jövedelmének 10%-át odaadja a szegényeknek. Mert ez így már izgalmas történet. Na most tegyetek hitvallást, vagy most tegyenek a keresztények hitvallást, hogy odaadjuk-e a 10%-ot. És ugye ezzel az a probléma, és visszatérve a fiatalember, hogy miért volt nehéz helyzetben, mert a tized arra nincs bizonyíték, hogy azzal bármi jó történik.
Tehát nem kapunk írást Istentől, hogy ha te adod a tizedet, akkor tutira a mennyországba. Ugye ilyen papírja senkinek nincs. El kell hinnünk. És itt derül ki, hogy ki milyen hívő. Tehát elhisszük-e és vakon odaadjuk, amit a fiatalember nem tett meg, vagy jövünk a kifogásokkal, hogy minek adjam oda, úgyis ellopják. Minek adjam oda, hát úgyis lenyújják. Meg úgyse arra fordítják, amire kérik. Na ez, tehát én nem ezt látom gondnak, hogy gazdagnak lenni, hanem azt látom gondnak, hogy elhisszük-e, hogy ez jóra fordul. És a tizeddel még van egy jó meg egy rossz dolog. Azért nagyon csalafinta dolog ez a tized, ugyanis én sok emberrel beszélgettem, és megkérdezem, hogy oké, hogy nagyszerű keresztény vagy, de hogy a tizedet adod-e? És két választ szoktam kapni, az egyik, hogy hát én olyan keveset keresek, hogy abból nem tudok fizetni. A másik, hogy hát figyelj, én már jól megy, hát annak a 10%-át már nem adnám oda a hülye szegényeknek, úgyis csak elköltik, meg elisszák. Tehát a tizeddel az a baj, hogy az mindenkinek fáj. Mindenkinek fáj. Bármennyit keresel, a tized fáj, mert hogyha 200 000-et keresel havonta, abból még 20-at, hát az hülyeség lenne. Ha meg keresel 100 milliót, vagy adjak 10 milliót, az meg úgyse érdemlik meg. Ez a próba. Tehát nem az a próba, hogy szegény vagy gazdag, hanem az, hogy ezen a próbán túl tudsz-e menni, el tudod-e hinni. De hogy mondjak egy jó történetet is a tizedről, én 15 éve kezdtem el a tizedet fizetni, én se fizettem előtte, őszintén megmondom, tehát körülbelül 15 éve kezdtem, hogy miért nem tudom, de elkezdtem. Nyilván az Isten tudja. És azt kell, hogy mondjam nektek, hogy 30-szor többet fizetek most, mint 15 évvel ezelőtt. 30-szor. Tehát ugye Isten ígéri, hogy aki fizeti a tizedet, azt 50-szeresen, 100-szorosan visszaadja. És én azt látom, hogy nagyon tisztességesen fizetem 15 éve, és tényleg 30-szor többet adok. Úgyhogy képzeljétek el, hogy a fizetésem is 30-szorosára nőtt 15 évhez képest. De ezt el kell hinnünk, és igazából ezt mindenkinek magának kell elhinni. Én azt gondolom, hogy ezt az egész történet egybe kezeljétek, hogy a mennyországba jutunk, és gazdagszunk is egyben, és ebben az egész történetben ez a dolog benne van. Úgyhogy gondoljátok végig, hogy ti mit válaszolnátok Jézusnak, azt is gondoljátok végig, hogy fizetitek a tizedet, ha igen, akkor vissza tudjátok-e igazolni, hogy tényleg aki fizeti a tizedet, az egyre többet keres. Ennek örülök. Oké. És a harmadik történet, ami a gazdagságról szól, az pedig Salamon király története. Sokat szokták kérdezni, hogy ugye köztudott rólam, hogy nagyon sok üzleti könyvet olvastam. Régen, ha már volt Chuck Norris, akkor meg szokták kérdezni, hogy hány könyvet olvastam, és mondtam, hogy az összeset. Ugye ez megvan a Chuck Norris vicc, hogy hány fekvőtámasztot csinálni. Úgyhogy én is ezt szoktam, az összeset elolvastam, és tényleg nagyon-nagyon sokat olvastam, és ha megkérdezik azt, hogy na melyik volt a legjobb, akkor azt szoktam mondani, hogy a példabeszédek. Tehát Salamon könyve, a példabeszédek, az egyértelmű utasítás, vagy üzleti, az egy üzleti könyv, tehát az arról szól, hogy hogyan kell vállalkoznunk. Minden törvény benne van, minden szabály benne van, ami ránk vonatkozik. Ez az a top üzleti könyv, amit hogyha elolvasol és betartasz, akkor biztos, hogy sikeres leszel. Ugye szoktak ilyen könyveket kiadni, hogy a siker biztos 10 pontja, meg és többi, és a többi. Igen, van, egy ilyen könyv van, a példabeszédek. Tehát ilyen szempontból nekem Salamon a tanítom, legalábbis a könyve, és én nagyon-nagyon szeretem, nagyon véglapozom, és rengeteg-rengeteg igazság van benne. De nem ezért említettem a harmadik pontnak Salamont, hanem hogy az ő története rendkívül izgalmas. Ugye megjelent neki az Isten, és megkérdezte, hogy Salamon mit szeretnél, gazdagságot vagy bölcsességet. És Salamon azt mondta, hogy bölcsességet. És idáig rendben is van a történet, ezt választotta, végül szíve joga. Amit nagyon sokáig nem értettem meg, és megint egy adalék nektek, hogy a 1-es címét, a 2-es címét gondoljátok,
hogy Isten utána mit csinált? Ő tette meg a világ leggazdagabb emberévé. És ezt nem értettem. Hát oké, választott, ezt választotta, ő a legbölcsebb ember, nagyszerű király, kell is a királynak a bölcsesség. De miért adta oda Isten neki azt a sok pénzt? Hiszen ő nem kérte. Tehát ez úgy nem logikus, nem volt tiszta nekem. És rájöttem erre, ugyanis azt kell látnotok, hogy a bölcsességhez jár a sok pénz. Még egyszer mondom, a bölcsességhez jár a sok pénz. Tehát nem úgy adta oda, hogy figyelj, még maradt itt nálam néhány milliárd, itt van Salamon, most nincs velem mit csinálnom, hanem a bölcsességhez, és kitennék még egy szót, a bölcsességhez és a sikerhez jár a sok pénz. És Salamon példája ezt megmutatja. És ha megnézitek, hogy aki sikeres, az mind gazdag. És nem úgy lesznek az emberek gazdagok, hogy elkezdjék a pénzt hajszolni, hanem úgy lesznek az emberek gazdagok, hogy elkezdenek sikeresek és bölcsek lenni. És ha sikeres leszel, akkor jön hozzá a pénz. Tehát Federer vagy Tiger Woods nem azért teniszezik vagy golfozik, hogy még több pénzt keressen. A sikerhez, a tehetséghez, a talentumhoz jár a sok pénz. Szoktam mondani, van egy érdekes, azt én találtam ki, érdekes mondás, hogy de jó, hogy minden sikeres ember gazdag, de nem minden gazdag ember sikeres. Ezen gondolkodjatok. Tehát aki sikeres, az biztos, hogy gazdag lesz. És Salamon példája mutatja meg nekünk, hogy hogyha valamit jól csinálsz, valamit tisztességgel csinálsz, és a bölcsességben ugye benne van a tisztesség, és azt gondolom a sikerben is benne van a tisztesség szó. És ezt nagyon sokan megpróbálják ugye a gazdag emberektől elvenni ezt a tisztesség szót. És ez nekünk ragaszkodni kéne, hogy gazdag és sikeres vagyok. És ne lopd el a gazdag és tisztességes, és ne lopd el a tisztességes szót. Ugye a szegények próbálják tőlünk ezt a szót levenni. Tehát, hogyha te bölcs vagy, sikeres vagy, akkor ez jár a pénz. És ezen gondolkodjatok el, hogy Isten miért tette gazdaggá Salamont. Oké, és akkor a harmadik téma, és még bele is fog férni az időbe, az pedig a boldogsághoz vezető gondolkodás. Fölírtam négy szót, és két nyilat. Van egy ilyen nyíl, ami miért megy föl, ezt nem beállítottam be, és van egy nyíl, ami föltől megy lefelé. Képzelje mindenki oda. Kicsit beszéljünk erre a négy szóról, mert nagyon érdekes négy szó. Az egyik a vélemény, hogy a vélemény az ember véleménye bármiről, hogy itt meg lehet állni az autóval, vagy nem, vagy itt ezt lehet csinálni, vagy nem. Ez az egyén véleménye. A második a szokás, hogy ez jellemzően a több ember véleménye, tehát, hogy a piroson át szoktunk menni itt, ezen a kereszteződésben. Tehát ezek a megszokások, hogy itt meg szoktunk állni 5 percre a tilosba, az áfát el szoktuk csalni, ebbe az üzletágban, és beszélek vállalkozókkal, hát olyan üzletágban vagyok, ahol az áfát el szoktuk csalni. És akkor ettől kezdve ez egy vélemény, vagy illetve ez egy szokás, hogy mi itt szoktuk csinálni. A harmadik a szabály. Ugye az a társadalom, illetve a földi hatalom, mindegy, hogy hívjuk, a szabályai, tehát hogy mennyi adót kell fizetni, hogyan kell viselkedni, szabad-e dudálni, és a többi. Ezek a szabályok, amiket ránk, a társadalom ránk erőltet, akár jogosan is. És a negyedik az Isten törvényei, vagy Isten igéi. És az nagyon fontos, hogy amikor döntesz, akkor milyen sorrendbe döntesz? Tehát, amikor döntesz valamit, hogy akkor azt mondod, mi az én véleményem, és hogy ez a vélemény, akkor így döntök, és tojok mindenre. Vagy azt mondom, hogy oké, de van a szokás, és akkor ettől kezdve, hogy ez a vélemény, meg ez a szokás, akkor így döntök. Vagy az is, hogy szabály, hogy ez a szabály, tehát így döntök. Vagy a negyedik, hogy ezt mondja a Biblia, ez van Isten igéjében, és így döntök. És aki, ez egy sorrend, hiszen nem mindig van mind a négy, majd mondok példát mindegyikre,
De az a lényeg, hogy honnét kezded el a döntésedet elemezni, tehát ha nincs véleményem, akkor jön a szokás, ha nincs szokás, akkor jön a szabály, és hogyha az sincs, akkor megnézzük, mi van a Bibliában. Vagy fordítva, megnézzük, mit mond a Biblia erről, és az alapján döntök, és az az első. És akinek ez a sorrend, az boldogan fog élni. Akinek pedig ez a sorrend, az boldogtalanul fog élni. És elmondom miért. Bár ezt ők nem vallják be, nem is tudják talán. Azért, mert a nagyon érdekes, a Biblia bele van építve a szívünkbe. Nem tudjuk, tehát nem tudom elmagyarázni, de azt hiszem, aki érti, érti. És ettől kezdve minden döntésünket visszaigazolja. Nem úgy, hogy kijön egy rossz döntés, tábla, hanem az életünk által. És én azt tapasztalom, hogy aki, de elég csak a közlekedést megnézni, vagy ezeket a csalókat, akik azt mondják, hogy hát így szoktuk, azok nem alszanak nyugodtan, azoknak nem boldog az életük. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy minden döntésedet, amikor meghozod, akkor ebben a sorrendben hozd meg, és amikor kell döntened, akkor azt vizsgáld meg, hogy mit mond erről a Biblia, és van olyan, hogy a Biblia nem ír róla, akkor nézd meg, hogy mit mond róla a szabály, és van, hogy a szabály se ír róla, akkor nézd meg, mi a szokás, és ha se, akkor legyen egy véleményed. Csak mondjak egy példát, állsz az erdőbe, nem tudod, merre kell menni, kinyitod a könyvet, hát a Biblia erről nem ír. Akkor nézzük meg, tudod, a jogszabály, hát az se ír róla. Mi a szokás? Hát erről szokás nincs, akkor elindulunk erre. Tehát van ilyen is, tehát ez tényleg egy sorrend, de nagyon-nagyon fontos, hogy a sorrendet tartsd be, és hogyha fölülről mész, hogy hány embert látjuk, hogy nem érdekli semmi, neki ez a véleménye, ő ezt így csinálja, az mindig boldogtalan. Elég csak a közlekedésben megnézni. Tehát pontosan látod, hogy kik csalnak a közlekedésben, kik nem csalnak a közlekedésben. Benézel a szélvédőn keresztül, és pontosan látod, hogy egy csaló, aki átmegy a piroson, meg megáll bárhol, vagy pedig egy tisztességes ember, aki úgy vezet, ahogy az Isten törvényei azt előírják. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ha bizonytalan vagy, vagy nem érzed jól magad az életedben, vagy azt érzed, hogy neked dupla teher a vállalkozás, akkor vedd elő ezt a négy szót, és nézd meg, hogy a döntéseidet, azt milyen sorrendbe hoztad meg, és hogyan kell ezt csinálni? Vezess naplót a döntéseidről, vegyél egy füzetet, írd rá, hogy döntéseim, és minden döntésedet, ha kicsi, ha nagy, írd bele. Írd be, hogy mi volt a kérdés, erre így döntöttél. És szintén este, ezt vezess naponta, telefonban, bárhol lehet vezetni, lehet digitális füzet. És este vedd elő a füzetedet, nézd végig, hogy mi volt a kérdésed, hogyan döntöttél, és döntsd el, hogy milyen sorrendben, mi alapján hoztad meg a döntéseidet, és ki fog tisztulni az életed, és azt fogod tapasztalni, hogy vállalkozni sokkal könnyebb a keresztényeknek, mint a nem keresztényeknek. Remélem, egyre többen átjöttök erre az oldalra, úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgatotok. Köszönöm.